A Continentals ötlete az Egyesült Államokban született meg, de hamar meghódította Európát is. Magyarországon 1990-ben alakult meg a Magyar Continental Singers, majd az évek során több ágban is folytatódott a csapat, mint a Contini, a Kölyök Continental és a Continental Színház. Augusztus 1-én a kamaszokból álló Contini csoport koncertezett Kiskörösön a katolikus templomban. És mondd, hogy szeretem Jézust. Szeretem Jézust. Bennem él. Bennem él. Szeretem Jézust. Szeretem Jézust. Szívem nem fél. Szívem nem fél. Szeretem Jézust. Bennem él. Szeretem Jézust. Szívem nem fél. Az idei csapat egy nagyon vegyes csapat, nagyon sokan vannak újak, de nagyon sokan vannak, akik már régóta visszatérő tagok, és ugyanúgy jelentkeztek ők is, mint előző években, kiküldtünk egy e-mailt, hogy most már lehet jelentkezni, és sorra jöttek, és jelentkeztek, és lelkesen készültek. Ez interneten keresztül történt ez a jelentkezés, és akkor egy idő után, volt egy határidő után, kiküldtük, hogy hát szeretettel várjuk őket a táborunkba, a turnéra, és aztán pedig elkezdődött a készülés, megkapták a dalokat, a videókat a tánchoz, és akkor Miskolcon van a főhelyünk, és ott egy hétig voltunk, 5 napig, és ott raktuk össze az egészet, amit majd itt lehet látni. A csapat tagjai az ország minden részéből érkeztek az egyhetes miskolci próbatáborba, majd 7 napos turnékörútra indultak. Kiskörösön egy jánoshalmi, kisteleki és mélykeréki koncert után mutatkozott be a Contini. A kiskörösi koncert elején Tóth Tibor atya köszöntötte a Contini csoportot és a jelenlévőket. A ma esti koncert, dicsőítés, egy lemezbemutató is. Én vagyok ez a koncertnek, ma esti koncertnek a címe. És talán a folytatás az úgy meg is fogalmazódott bennünk, vagy hogy előjött a gondolatainkban. Én vagyok az út, az igazság és az élet. János evangéliumában olvassuk ezeket a sorokat. A szervezet elsődleges célja, hogy mindenki számára elérhetővé és érthetővé tegye az evangélium reményteljes üzenetét. Emellett nagy gondot fordítanak a tagok lelki, zenei, szociális és technikai képzésére. Ez egy olyan családdá kovácsolódik a napok alatt, az első 5 napban. Annyira összeszokunk, és annyira olyan szinten megismerjük egymást, és annyira megszeretjük egymást, hogy inkább a végén van az, hogy sírunk, és nem akarjuk még abba hagyni. A dalok és a szövegek a keresztény könnyű zenére jellemző módon közérthetők. A koncerten az érdeklődők egy modern keresztény gospel zenét játszó együttes izgalmas, látványos és újszerű zenei programjából kaphattak ízelítőt a Szent József Katolikus templomban. Veszek levegőt, hogy dicsérjem.